Hello, sziasztok! Üdv a csatornán és a Fafaragó műhelyben. Mostani videóban balta ékelésről lesz szó. Megmutatom, hogy én hogyan készítem el az ékeket, amit a baltához használok, és hogyan lehet pontosan beütni, és hogyan lehet egy éket rendesen elkészíteni. Hogyha ez érdekel titeket, akkor tartsatok velem! Az ékelés egy kicsit macerásabb folyamata a balta készítésnek, és tulajdonképpen a legnehezebb része is, lehet így mondani. Ugyanis az ékeléssel dőlik el, hogy a balta szuperálni fog, vagy nem. Könnyen el lehet rontani, és viszonylag nehéz javítani. Elsősorban kivágjuk az éknek a rést, ahol bele fog illeszkedni. Én ezt úgy szeretem, hogy fölteszem a fejet a nyílre, megjelölöm, hogy meddig ér le a fej a nyélen. Ott volt a jelölés, és körülbelül a jelölésig készítem el ezt a bevágást. Én szeretek hosszú ékeket használni, minél jobban bele tudjon csúszni ebbe a vájadban. Annál jobb lesz a fejnek a feszítése, annál stabilabban fog ülni. Ezután készítem el az éket. Ez általában egy jóval nagyobb deszkából, fából indulok el. Megpróbálom ugyanabból az anyagból készíteni, mint amiből a nyél van. Ha nem sikerül, az se baj, lehet másmilyen fából is. Ezek mindig legyenek kemény fák, és amennyire csak lehet, legyenek már kiszárítva, hogy a nedvességvesztésből ne zsugorodjon már tovább. Szóval ezek amennyire lehet, legyenek szárazok, mint hogy csak gyújtósnak akarnád használni, minél szárazabb, annál jobb. Az éknek a kialakítását pedig úgy fogom elkészíteni. Elkezdem levékonyítani, lefaragni, és folyamatosan próbálgatom bele a fejbe, hogy mennyire illeszkedik bele, és utána fogom az egészet összetenni. Úgyhogy kezdjük el az éket elvékonyítani, aztán próbálgatjuk a kettőt, hogyan fog stimmelni. Magának az éknek a kifaragása tényleg nem egy bonyolult dolog, hiszen a mondás is utalja, hogy egyszerű, mint a faék. Egyedül, amire oda kell figyelni, hogy a méret megfelelő legyen, amit használunk. Én úgy vettem észre, hogy a legtöbb baltához méretben, miután belemegy a nyél a köpübe, általában olyan 3 mm körül van az a távolság, amit az ég ki tud feszíteni, 3-4 mm körül van, amit az ég ki tud feszíteni, úgyhogy ezt a távolságot kell általában kitölteni. Ezt úgy szoktam kiszámolni, hogy az éknek, hogyha hozzáillesztem a fejhez, inkább így csinálom, így jobban lehet látni, hogyha az éket hozzáillesztem a fejhez, megpróbálom az éket teljesen leütni a fej aljáig. Ide általában szoktam rajzolni egy jelölést, és itt ezen a vastagságon próbálom elérni ezt a 3-4 mm-es vastagságot, utána hagyom szélesebbre, és akkor tudom, hogy az ég teljesen bele fog menni, és maximálisan kifeszíti ezt a távolságot, ami a köpüben van. Aztán, ahogy haladunk az égnek a kifaragásával, úgy lassacskán lehet elkezdeni belepróbálgatni a fejbe, mennyire megy bele, mikor kezd el megszorulni. Ilyenkor megszoktam
jelölni. Kiveszem. Látom, hogy mennyi van bent. Ugye a terv az, hogy legalább eddig a vonalig besüllyedjen, úgyhogy most tartunk itt, még ennyit kell, ezen a részen kell dolgozni, hogy ez beleférjen. Egyelőre most a szélesség, amiből kell levenni egy keveset, hogy beleférjen, aztán utána a vastagságon is igazítok még, hogyha kell. Alakulunk. Már elég közel járunk a jelhez. No, most csináltam egy próbaékelést. Eddig ment bele az ék a fejbe, és amit észrevettem, amikor teljesen beleütöttem, hogy itt a hátuljánál már elkezdte egész jól kifeszíteni a hézagot, kitölteni a hézagot. Az elejénél viszont itt ezen az oldalon még mindig maradt egy kis hézag. És ugye eddig ment le, ami azt jelenti, hogy még itt van helyünk, ami jó, úgyhogy a hátulját, ezt én érdekesen kell kifaragni ezt az éket, ezt a hátulját kell jobban vékonyítani. Itt az elejéhez pedig valószínűleg nem fogok hozzányúlni, hagyom ezt a részt ilyen vastagon, hiszen itt több anyagot kell majd szétfeszítenie. Úgyhogy körülbelül ennyi is volt. Még bő centink van, úgyhogy azt jelenti, hogy még körülbelül eddig tudok dolgozni, úgyhogy valószínűleg az lesz, hogy ezt a távolságot valószínűleg valahol itt így megveszem, és innen ezt a részt fogom elfaragni, elvékonyítani. Ugye itt a hátuljánál kevesebbet kell feszíteni, az elejénél pedig többet. Úgyhogy itt ezt a részt még lefaragom, másik oldalról is, és akkor utána próbálunk egy újabb élesztést. Jó, most csináltam a próbaélesztést, amint látjátok, itt már egész jól hozzáér végig az anyag a fa a köpű belsejéhez. Azzal a hézaggal nem nagyon tudok már mit kezdeni. A másik oldalon itt még van egy pici hely, és ott a hézag is nagyobb, de még mindig van körülbelül egy fél milliméternyi helyünk, ami azt jelenti, hogy még mindig tudok vékonyítani innen egy picit, úgyhogy még mindig van hely az ég számára, úgyhogy szerintem ez jó lesz így. Még egy picit dolgozok rajta. Ja, úgy érzem, eljött az igazság pillanata, ahhoz, hogy összeillesszük a dolgokat. Oké, ráütöttük a fejet, most pedig az éket kell beleütni. Reméljük ez is jól sikerül. Kézzel, ameddig lehet, elfelejtettem megrajzolni. Eddig tudunk lemenni, jó lenne, hogyha eddig sikerülne. Akkor lesz frankó a feszítés. Meglátjuk. Egyelőre kézzel eddig megy. Oksa, akkor pedig most jön, ami eddig még nem volt. No, hát itt még maradt hely. Úgyhogy még tudnék rajta ütni, de ennél szerintem tovább nem kell. Ezen az oldalon szuper lett az illesztés végig. Itt a másik oldalon, itt a faragásnál
látszik egyáltalán? Szóval itt a másikon, itt a faragásnál ez az én hibám volt, amikor a fejet és a nyakat faragtam, innen túl sokat vettem ki, de az élesztés az végig nagyon jó. Itt az elején, ugye, ahol nagyobb volt a hézag, itt meg is maradt egy pici, de az előzőhöz képest elég jelentéktelen, és végig az elején is, és a hátulján is az ég teljesen nekifekszik a köpűnek, és szépen kitölti a fej a köpüt, úgyhogy ez így szuper lesz. Nos, elkészült az ég, levágtam a tetejét, most jobban látszik így talán, kamera se akar segíteni. Jobban látszik, hogy ez a vége vékonyabb, mint az eleje. Ugye, mint már említettem, ez azért van, mert itt hátul kevesebb hézagot kellett kitölteni az égnek, mint az elején, és így lett megoldva, de így viszont tényleg rendesen kitöltötte a hézagokat. Korábbi videóban már említettem, hogy miért hagyom az éket így túllogni, ez pont a kotyogás miatt van, hogyha esetleg a fej meglazulna később valamikor, ezt az éket egyszerűen meg lehet fogni, ki lehet húzni, az aljából egy kicsit le lehet vágni, és utána ugyanezt az éket vissza lehet ütni, nem kell újat faragni, és ezt teljesen szépen ki fogja feszíteni a fejet. Úgyhogy ezek az ékek lesznek mostantól a használatban a baltáimom. Nos, ennyi lett volna ez a kis videó az ékelésről, hogyan ékelem a baltákat mostanában, hogyan készítem őket. Bármi kérdésetek, észrevételetek van ezzel a baltával, magával a videóval és az ékeléssel kapcsolatban, csak írjátok meg a kommentek között. Köszi szépen, hogy néztetek, további szép napot, sziasztok!